Az 1956-os szabadságharcról emlékeztünk meg. 10 csapat mérkőzött meg az ünnepi kispályás foci tornán. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a D+ TV híradóját látják. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 62. míg a Magyar Köztársaság kikiáltásának 29. évfordulójára emlékeztek meg városunkban is. A megemlékezésen pártok, intézmények, civil szervezetek, illetve magánszemélyek koszorúzással tisztelettek a szabadságért harcoló hősök előtt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 62. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezés Dunajváros megyei Jugúváros önkormányzata, amelyet a hagyományokhoz híven a köztemető 56-os kopjafájánál tartottak. Nem gondoltam, hogy életemben még eszembe jut. A magyarság történetének egyik legkiemelkedőbb eseményét, az 1956. október 23-ai szabadságharcot elevenítették fel a Bartók Kamara Színház művészei, Sipos Imre művészeti vezető gitárjátékát és énekét, Tőkés Nikoletta színésznő és Őze Áron igazgató előadását hallhatta a közönség. Magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legjelentősebb forduló. Az ünnepi beszédet Farkas Márta, a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda tagintézmény vezetője mondta. Úgy fogalmazott, hogy a magyarok hagyománya és történelme is van olyan, mint bármelyik más nemzeté, és erre büszkének kell lennünk. A magyarság erejét és összetartását hangsúlyozta, amelyre ma is szükség van. Ahogy Szabó Magda mondja, tudom, ide tartozom. Csak erre az egyetlen egy pontjára a világnak, hogy magyar vagyok, hogy sosem szerettem volna más lenni. Erre tanít bennünket 1956 is, és itt jönnek vissza a pesti srácok, hogy az ő töretlen hitükkel, hogy útmutatást adjon a mai ember számára. Abból a mindent elsöprő tűzből kell erőt meríteni, és bízni, hinni kell, ahogy azt ők akkor tették. A magyarság erejére és összetartására van ma is szükség. A történelem folyamán kapott pofonok rámutattak arra, hogy mindig vereséget szenvedtünk, amikor széthúzó, nemzetromboló politikát folytattunk. A nemzeti egységünkben rejlett és rejlik ma is az erőnk. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt koszorúzással tisztelektek, többek között Cserna Gábor, városunk polgármestere, a járási hivatal, a helyi politikai pártok, a nemzetiségi önkormányzatok. A kopjafához szintén a megemlékezés koszorúit helyezték el még a városi intézmények is, iskolák vezetői, civil szervezetek, valamint magánszemélyek is. Az ünnepi műsor a szózat közös eléneklésével zárult. Javaslatokat vár az önkormányzat arra vonatkozóan, hogy kikapja idén a ProKultúra Intercizé díjat. Ez az elismerés adományozható a kimagasló teljesítményt nyújtó alkotó és előadó művészeknek, közösségeknek és mindazon személyeknek, akik a város kultúrájáért hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak vagy tettek. A díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható. A díj adományozására bárki javaslatot tehet. A felterjesztéseknek tartalmaznia kell többek között a díjra méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét, a tevékenységének általános ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását. A javaslatokat november 15-éig írásban kell eljutatni a Városházára. A díj odaítéléséről a közgyűlés dönt majd, és 2019. január 22-én a Magyar Kultúra Napján adják át ünnepélyes keretek között. A mézfogyasztás népszerűsítésére indul 6 hetes rádiós és online kampány. Erről beszélt Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. A kampány kiemelt rendezvénye lesz a Gyulai Méz és Mézes Kalács Nemzetközi Fesztivál, illetve az évek óta megrendezett Európai Mézes Reggeli elnevezésű akció. Boros Péter elmondta, Magyarországon évente 25 ezer tonna mézet termelnek, de az átlagfogyasztás 70 dekagram. Magyarországon hagyomány, hogy exportra termelik a mézet, napjainkban a megtermelt méz 2/3-át külföldön adják el.
ötödik alkalommal rendezte meg a Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség a Nemzet Ereje Szabadságkupát, amelyen idén 10 együttes vett részt. Ezzel az eseménnyel emlékeztek az 1956-os eseményekre. Az ötödik Szabadságkupára összesen 10 csapat nevezett, akik felváltva küzdöttek egymással a Dunaújvárosi sportcsarnokban. Néhány játékos beszámolt mérkőzéseikről és az élményeikről. Egy baráti társasággal jöttünk, gyakorlatilag ugye mi vagyunk a címvédők, bízunk benne, hogy emiatt estig ki fog tartani ez a rendezvénysorozat. Ugye kezdtünk egy döntetlennel, folytatódott egy győzelemmel, bízunk a további sikerekben. Első alkalommal veszünk részt a kupán. A mai napról röviden, hát annyit tudnék elmondani, hogy nagyon sok izgalomra számíthatok. Igazából első alkalom. Nagyon izgulunk, szeretnénk nagyobb helyezést elérni, ez a cél. A megjelent csapatok és játékosok a mozgás mellett az 1956-os forradalomra és szabadságharcra is emlékeztek. A kispályás labdarúgó torna az elmúlt években már-már országossá nőtte ki magát. 5 évvel ezelőtt gondoltunk arra, hogy ezt a szép ünnepet, ugye október 23-át miért ne ünnepelhetnénk sporttal, miért ne ünnepelhetnénk mozgással, és már az első alkalommal, amikor megrendeztük ezt, nagyon nagy sikere volt. Ugye a létszám az behatárolt, 10 csapatosra terveztük a legelső szabadságkupát is. Jelen pillanatban is 10 csapattal működik az 5. szabadságkupa. Érdekessége, hogy a népszerűsége olyan nagy, ugye túljelenkedés alapvetően mindig ugye megvan, viszont nagyon messziről is érkezett a csapatok, Kecskemétről, Felső Lajosról, tehát most már mondhatni azt, hogy országossá nőtt ez a torna, legalábbis a csapatoknak az érkezését illetően, és úgy látszik, hogy nem csak mi gondoljuk fontosnak azt, hogy sporttal és focival ünnepeljük ezt a szép ünnepet, hanem az amatőr labdarúgók is, hiszen amint látjátok, rengetegen vannak itt, nagyon-nagyon jó mérkőzéseket látunk, és mindenki pontosan tudja, hogy miért vagyunk itt, hiszen a október 23-ai ünnep jegyébe telik az egész. A jó hangulatú tornát végül a címvédő Rozdi Fröccs együttesen nyerte. A Szabadságkupát jövőre is megrendezi a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség, tisztelegve az 56-os események előtt. Most főbb híreink következnek még egyszer, röviden. Az 1956-os szabadságharcról emlékeztünk meg. 10 csapat mérkőzött meg az ünnepi kispályás focitornán. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, most időjárás jelentéssel folytatjuk, majd Hírplusz című műsorunkban Farkas Márta igazgatónő ünnepi beszédét láthatják, amellyel az 1956-os forradalomról és szabadságharcról emlékezett meg a mai ünnepségem. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Szerdára egy újabb, erősebb hidegfront éri el hazánkat, sokfelé erős, viharos széllel, többfelé esővel, záporokkal, helyenként egy-egy zivatarral, kezdetben a kékestetőn esetleg havas esővel. A front előtt délnyugaton még 17-20 fok is lehet, máshol 9-16 fokra van kilátás. Csütörtökön helyenként kisebb eső, egy-egy zápor még előfordulhat, de többfelé a nap is kisüt. Sokfelé még élénk, erős lesz a nyugati szél, a csúcshőmérséklet 8 és 17 fok között alakul, keleten lesz hűvösebb az idő. Pénteken élénk déli-délnyugati széllel, több órás napsütéssel melegszik az idő, délután már 15-20 fok valószínű. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!